Vendégünk a gyönyörű Lola, énekesnő, akit már tínédzser kora óta ismer az ország, és most már gyönyörű nővé érett, amit nem más bizonyít, mint a bikini sorozat, amit elkészült róla, a fotósorozat. Szia Lola! Sziasztok. Szia Lola, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szóval felnőttél. Nem most kezdődött az egész, de... Pont ezen gondolkodtam, hogy néha nekem annyira zavarbejtő ez a téma, mert szerintem már lassan 10 éve növök fel, de amúgy nagyon-nagyon igyekszem. És azt mondják, hogy lehet, hogy most arra úgy sikerült is jó, de most tény az, hogy általában fiatalabbnak igen. néznek a koromnál, és ez egy jó téma. Mert hát mi tudjuk, hát mi azért sokszor találkozunk, beszélgettünk, pontosan tudjuk a dolgot, de nagyon sok munka és nagyon sok erőfeszítés kell, hogy emberekből az a kép, ez a, mint a Szandinál is, vagy a Szandi, ez a svájci sapkás, én. Igen. Tehát abból az még mindig néha-néha visszaköszön, és folyamatosan kell azt arrébb távolítani, arrébb tolni. Mondjuk azt, hogy igen, ezen is nyilván igyekszik egy előadó, de tök jó példa a Szandi, mert én őt imádom. Hogy én nagyon-nagyon sok dalát hallgattam gyerekként is, néha találkozunk fellépéseken is, imádja a közönség is. Szerintem ő például azért különleges, mert ő nem küzdött. Ez ellen soha. Van családja, tök boldog, énekli a dalait, szerintem én nagyon elismert előadó művész. Az, hogy időközben mondjuk az én életem hogy alakul köztünk, sokszor vontak párhuzamot. És nyilván azért is gondolnak szerintem engem nagyon-nagyon fiatalnak, mert ugye még nincs gyermekem, és ezen meg szoktak általában lepődni, hogy hú, akkor te még nagyon fiatal lehetsz, ha még nincs gyermeked. Jó, nagyon fiatal is vagy, de nagyon fiatal az nem a kamaszkorról szól. Igen, tess, igen nagyon van. Szép képet. Gyönyörű fotók. Ez hogy jött ez a fotózás? Tehát egy felkérés, vagy ezt te találtad ki, hogy ez egy felkérés volt, ami elég érdekes időszakban talált meg. Én nem voltam nagyon sok, egy évekkel ezelőtt ilyen nagyon strandolós, meg nyaralós lány. Én azt, hogy nem, ne nézzenek a strandon, meg nem szeretem a fürdőruhát, meg minden bajom volt. És most már az utóbbi 2-3 évben így jól éreztem magam, mert így elfogadtam a helyzetet, ami van. Meg tényleg így nagyon-nagyon szeretek utazni, és egy fürdőcentrum megkeresett azzal, hogy mi lenne, ha fotóznánk egy ilyet. Először teljesen ki voltam, hogy úristen, engem ott fürdőruhába fognak nézni, aztán igazából mivel szinte barátokkal dolgoztam, például a sminkes az egyik barátnőm volt, ezért nagyon gyorsan meg tök jól éreztük munkát. Én azt mondom, hogy mindenkinek ilyen munkát kívánok, amikor odamész ott vagy 2 napot, szinte mintha nyaralnál, tök jó volt. Mondod, hogy nem jártál strandra, ez azért volt, mert esetleg beszóltak, hogy valami nem komolyan? Hát nem is azt, hogy beszóltak, mondjuk ez ott a Lola, ez már így azonnal így összeugrott a gyomrom, hiszen oda nem koncertezni mentem, és akkor nézd már, hát ez nagyobbnak tűnik a tévében, de ezek még nem bántó dolgok, csak ugye, hogyha az ember elmegy kikapcsolódni, hát akkor ez szeretném ez van, de ami a legfontosabb, hogy szerintem ez amúgy azért alakult ki, mert ugye pici korom óta úgy vagyok szem előtt, hogy lehet véleményt mondani rólam, és miért ne lehetne, mert mindenki tényleg azt gondol, amit szeretne, nincs ezzel semmi baj, és nagyon-nagyon sokszor mondtak, viszont nálam sokkal többen mert mondott véleményt, hogy most egy kicsit felnőttebbnek kéne kinézni, húha, most fogyni kéne, most ezzel van baj, azzal van, és szerintem ez így évekre bezárt, de most már nincs ezzel igen. bajom egyébként, most már nem zavar. De ebből fakad sokszor az emberben ez a megfelelési vágy, és akkor lehetőleg sérül is, ha most hiába úgy csinálunk, hogy ez igen. nem fáj, de az a fáj, ez nem könnyű dolog. Hogyha azt nézed, hogy egy nőről beszélünk, azért 16 éves kislányként, én nagyon-nagyon pici voltam, én rettentően későn értem, nagyon érzékeny voltam, bármit beszóltak, akkor én azon egy hétig rágottam, hogy úristen, akkor én nem vagyok elég szép, vagy nem tudom, de igazából tök jó, hogyha ezen az időszakon túljutsz, mert utána meg már nagyon én erős van. Vagy. Igen. De azért én ezt megértettem, valahol olvastam azt a mondatodat, hogy örülök, hogy eltűnt a gyerektested, tehát már. Képzeljétek el, forgatunk egy klipet, és én 29 éves leszek most, forgatunk egy klipet, és tök sok komment volt jó fej, volt kevésbé, és volt egy komment, hogy nő a popott, te lány, és hogy egyre asszonyosabb vagy, és így néztem. Hál' Istennek! Annyira örültem, hogy végre nem az van, hogy jaj, az a tini lány, meg az a pici lány, és akkor most ez így megjelent egy csomó helyen, és mindig az volt a komment, hogy mi is örülünk, hogy asszonyosodsz, úgyhogy igen. köszönöm szépen, én is örülök. Hát közben ragyogóan nézel ki, tehát tényleg. Tehát, és nekem például nem jut eszembe egy kislánya, hogy itt beszélgetek vele, tehát hál' egy felnőtt Isten. Nővel beszélgetek, és a képek is azt bizonyítják, mert azért itt van egy-kettő olyan, amitől így kikerekedik a férfiak szeme, és ott a híres popsi. No, pedig ez egy egyberészes fürdőruha. Igen, nem, mesések a képek. Köszönjük szépen. De az igazság, hogy van egy köztes állapot, amikor emberek szempontjából nézők, hogy te nőként kezdesz viselkedni, igen. ők meg kislányt látnak, és ez a
kislány már hogy öltözködik, már néz már. Van ez a, úgy van ez a... Ilyen is van. Olyan is ugye? Van. Ilyen hogy? Is van, bizony. Nyilván ugye nyár van, koncertezünk, és volt olyan, ahol azt mondták, hogy hát 16 évesen sokkal aranyosabb voltál, és így oda jött hozzám valaki autogram osztás közben, és amúgy így kedvesen mondta, csak így mondtam neki, hogy hál' Istennek nem úgy működik a világ, hogy azóta már 13 év eltelt, és valljuk be, nagyon furcsa lenne, hogyha én még mindig 16 lennék, és annyira cuki, ez van, sajnálom. De aztán tök jóba lettünk, csak először olyan fura volt. Igen. Igen. És akkor a negatív kommenteket már tudsz kezelni már, most már nem veszem, mert trollkodók mindig vannak. Hát. Persze, mindig amúgy attól függ, hogy milyen napon van, azért csak egy nő vagyok, hogy van, amikor... Ja, most is azért én... Van, amikor nagyon odaszokat felszabadulsz, és kiénekled magadból az összes ilyen... Igen, amúgy azt mondom, mindig ott érzem magam a legjobban. Felmegyek a színpadra, két perc eltelik, és nekem ott a legjobb. És mikor lesz a következő, ahol kiénekelheted magadból ezt az egészet? Most lesz majd július 19-én egy ilyen zenekaros nagy koncertünk. Téged egyébként már meg is hívtalak, csak még nem jeleztél vissza. Igen? De majd még, ilyen, majd De visszajelzem. Ez a koncert egyébként itt lesz Budapesten, azt hiszem, ezt úgy mondhatom el szépen, hogy a legnagyobb bulihajon, és jó. Oda várunk mindenkit sok szeretettel, lesznek régi dalok, lesznek újak, mert úgy mindenkinek, ez pont az anyag, hogy mindenkinek szeretnénk örömöt okozni, és mindenki jól érezze magát. Elmegyünk és táncolunk. Ja, hogy igen. Alvó popsikat felé lesz. Alvó popsikat felé. Na, az volt a téma, hogy egyik persze. Jó. Hát, vissza fog jelezni. Jó. De ott lesz. Szeretem, de téged, mert tényleg meghívtanak. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Köszönjük szépen.